Így mindenkinek hát a szuper csapat üdvözlöm mindenkit. Ez itt a Jó Ég Inferno pálya ismét. Itt van meg Hersz. 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 Itt van velünk Wasabi. Akkor itt van velünk Light. Ne lövöldözzé, próbálom megtalálni a játékos játszóját. Itt van velünk Light. Jó, akkor félve mondom, de itt van velünk Spyro. Nincs itt senki? Ki ez? Zator, Fuglei, Pluto és Dom? Kik ezek? Hát, hölgyeim és uraim, ez egy egyszerűs, szuper csapat epizód, ahol a játék hangereje némi módosításra szorul, szerintem. Na így már nem sikerülök meg. Úristen, de okos emberekkel van dolgunk. Hát ha B-hez megyünk, akkor úgy szerelkezek fel. Legyen nekik igazuk. Nekik karácsony. Szóval, ha esetleg ez eddig nem esett volna nektek, hogy ez ilyen egy személyes szupercsapat epizód, mint mondottam volt. Nem mindig olyan egyszerű meg egyeztetni az időpontokat. Ouch, az egy gránát volt egyenesen a pofámba, majd utána egy-két lövedék. Hát ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy ide jöttünk B-re, mert nagyjából az egész ellenséges csapat ide jött B-re, ami nagyon szórakoztató a rossz tatót meg bizonyít. Na, annak érdekében, hogy a későbbiekben ne kelljen ezeket az okos embereket hallgatni. Szerintem rossz embert névítottam le. Elég nehéz nem megállni, amikor a képedbe megy egy gránát, és négyen, azaz négyen állnak ott. Jegyezném meg. Szóval ugye nem mindig olyan egyszerű összeegyeztetni az időpontokat, ami a videógyártást illeti. Hello haver, de aggasztóan jó fegyverrel rendelkezem az én kis szerény pisztolyocskámhoz képest. Ó, és én lángolok, nagyszerű. Ouch, ouch, ouch. Szóval, mint mondottam volt, oh, hello, oh, ennek az embernek volt egy feje, most már nincs. Pluto drága viszont szerzett egy jó kis gépfegyvert, remélem meg tudja őrizni, kétlem, hogy meg tudja őrizni, de mindenki tudja, hogy ő itt van. Szóval, harmadjára is megpróbálom elmondani, mivel nem mindig sikerül ilyen, mert egyszerű azért öt ember időpontjait egyeztetni, és kivételesen én is egy picit elfogaltabb voltam, mint máskor tudom, blasfémia. Ezt hogy nem ölted meg? Wow. Így most kicsit kényszerűen egy ilyen egyszemélyes szupercsapat epizód lesz, tehát akik egy ideje nézik a csatornámat, tudják, hogy ilyen már volt régen, nem is egy videó, hanem egész sok, amikor én egy személyben Counter-Strike-oztam. Nem ment jól akkor sem, és igazából most sem, de ha ez megnyugtat titeket, senkinek nem megy jól. Én pedig most elmebeteg boltos fogok játszani, most nem fogom tudni előkeresni az elmebeteg boltos zenét, úgyhogy képzeljétek ide. De a gondolat lényege az, hogy ilyen shotgunnal tervezek mindenkit pofán lőni. A hangsúly a tervezek részem van, mert legyünk őszinték, ennek a megvalósítása valószínűleg komoly hiányosságokkal fog rendelkezni. Ahogy itt megpróbáljam felhatolni a lépcső. Hello haver, de állj be elém csapattárs. Hello másik haver, áó. Hát csak el sem találtam, pedig én szerintem konkrétan vért vett. Hát itt az épületbe való behatolás, nos, mondjuk kívánni valókat hagyott maga után, de az a fejlődés sokat segített. Hárman vannak három ellen, és most konkrétan előnyben van végre a csapatunk, mögöttük jön valaki. De a Fuglife ember elég bátor. Ó, oh, ott volt kint középen. Ezt tudott nem velük. Szerintem jó lenne a B-hez menni, ne? De nem fognak. Hogy mi? Hogy mi? Elmentek balra és nem néztek jobbra? És amikor ez jobbra nézett, az az ember valamiért az A pontra nézett, és a tök más irányba néző ellenfel nem tudta lelőni. Mi van? Mi van? De legalább nyertünk, úgyhogy abba hagyhatom a fejhangon vinnyogást, sokat a örömére. De ez nagyjából olyan színvonal, amit én nyújtok rosszabb pillanataimban, és hát nekem ugye ezek az emberek legalább megöltek valakit, amit én ugye nem mondhatok még el. Már megint B-hez megyünk? Ez egy kurva szar ötlet.
Ó. Na jó, én nem fogok maradni. Ez a B-re menetel, ez a legostobább ötletek egyike. De B-hez mész menj gyorsan. Nem, pont fordítva, B-hez akarsz menni, vagy menj nagyon gyorsan, nem szokott működni, vagy nem menj B-re, vagy mit tudom, másfél perc töketlenkedés után menj B-re. B-os az szerintem egy rossz ötlet általában. Menj, Danke. Minek nekem bomba? Jelenlegi eredményem alapján valószínűleg simán csak felrobbantanám vele magam, legyünk őszinték. Lehet ez lesz a kör, ahol nem ölök meg senkit. Kétlem, de mindig előfordulhat. Úristen, elvesztettem két életerőt, ne vég a világnak. Mivel vannak barátaink már az épületben, én szerintem erre fogok. Ah! Hát én szerintem arra fogok meghalni, ezt kellett volna mondanom. Ez mi volt? Ja, ez egy jelenség volt. Így már érthetőbb. Elsőre azt hittem valami, csak fellángolt a hűtőszekrény, ami szerintem egyetérthetünk abban, hogy rendellenes viselkedés egy ilyen szerkezet részéről. Közben itt egyre másra fogynak az embereink. Egy van még, aki egy hűtőszekrény mögött rejtődik, és nálam is rosszabbul céloz, ami teljesítmény. Ez azért elég, tehát konkrétan körbe lőtte a talajt a kedves ellenfél körül, Wasabi közben a Spelunky-val kapcsolatos szenvedéseit osztja meg velünk, és közvetve veletek is. Hát ha más szenvedés, mi is eléggé szenvedünk itt most. De nem baj, majd szuper pisztolyommal megoldjuk a problémát. Legalábbis szeretném ezt hinni. Ó, az a flashbang. Sok a gránát. Vajon kilátszom-e innen? A bombás ember miért van itt? Ráadásul most leleplezte kb. A jelenlétem azt, hogy itt futkározott, mint a hülye. Azt. Hogy ledarált minket? Mind a kettőnket, az egy hülye? Azt a reakciójét, hogy megnézte, hogy ez biztos ott van? Tege-tege-tege-tege, hoppá, előttem mellette, tege-tege, jaj, meghaltam. Komoly társasággal vagyok körbevéve, csak az akár, hogy magam sem teljesítek túl jól. Hát vegyünk egy távcsöves szart, gyűlölöm ezt a fegyvert, amit rárakták ezt az undorító ronda szart távcsövet. Azért szeretem többek között a Counter-Strike-ot, nem a Call of Duty-t, te jó Isten, mert nincsen aim down sight benne, mint mondjuk a Call of Duty-ban, ugye ezt próbáltam mondani. Erre nem berakták? Szóval kb. Soha nem használ. Vett egy szar snipert. Lehet, hogy az ember látta a szuper csapat videókat, és most tolkodik vele mezelre. Ó, én itt lángolok. És én bekaptam egy gránátot. Hát nem csodálatos az élet. Nem, nem csodálatos. Bár 66-ot felelőttem. Úristen, mi ez a pisztolymeiszterek, akikkel itt körbe vagyunk éve. Te jó ég. Látom, aki megránátozott egy csapattársát. Nem tudom, miről beszél, mert ez egy flashbang volt, vagy valami, mert nem látok olyan, bocsánat, random bogarat kellett eltávolítanom. Szóval nem láttam olyan kiírást, hogy csapattársat sebzett volna valaki. Hát, apartment, az egy különös szanszkrit nyelv, barom nyelvjárásában az apartman. Az egy sniper. Hallom ám, hogy te itt jössz, haver. Gyűlölöm ezt a fegyvert! Oh. Hát valahol ez is egy szuper csapat. Ez egy másfajta szuper csapat, ahol a szuper még a megszokottnál is idézőjelesebb formában szerepel. Mondom, én sem teszek túlzottan jó benyomást ebben a körben, természetesen ezt pontosan tudom, de nem én vagyok az egyetlen.
De hát a remény hal meg utoljára, nem igaz? Bár már így a beteg ágyon van. És a temetkezési vállalkozó ott áll mellette a tenyerét dörzsölgetve, de még nem halt meg. Tudom, hogy itt ketten is vannak. Wow, bazd meg, te miért vagy itt? Fú. Nincs az Isten, hogy énk maradja. Nálam kicsit ügyesebb játékosnak próbált volna megmenteni azt a távcsöves, tehát én erre ugye teljes mértékben alkalmatlan vagyok. Viszont ezzel a nem különösebben jó teljesítménnyel már megosztott második vagyok a csapatban, ami azt hiszem sokat elárul rólam és a többiekről. Még tényleg ideje nem Counter-Strike-oztam. Az időszakomban megállás nélkül játszottam, egy kicsit eltűnt, most már csak akkor, ha ismerősök előkerülnek. És az sem a volt. Én várom, itt valaki lerohanjon. Hello, haver! Aha! Hello, másik haver! Ott van egy harmadik haver, aki már nem lenne a haverom! Úristen, leraktuk a bombát. A millió dolláros kérdés, hogy az ember erre jön-e. Úgy látszik, nem. És ott van a bombán. Haha! Na végre van, jól csináltam. És az biztos, hogy nem fogom egyik hülyének sem odaadni ezek közül ezt. Fog Life-nak esetleg. De P90-val nyomja, úgyhogy kétlem, hogy ő lenne a célközönség. Nem mintha én az lennék, úgyhogy hölgyeim és uraim, készüljetek fel a történelem legrosszabb sniperezésére. Yellow Rambo előadásában. Nagyjából olyan jól fogom csinálni, mint a múltkori streamen a műtétet. Már sikerült a szívműtét, úgyhogy... egy rossz trét sem volt senki. Úristen, az a gránát. Nagyszerű, elfüstöltek. Valahogy így figyeljön meg egyébként a történő eseményeket. Úristen, mi NP? Ez lehetséges? Lerakja valaki a bombát? Bó! Oké, az utolsó ember pedig ott van lent. De most már nincs. Wow! Hol a bomba és lerakja el valaki. Ragd le a bombát, hülye! Plusz 300 dollár! Oh. Ostoba véglény. De sikeresen jelentetem, vagy örömmel jelentetem, hogy sikeresen megöltem valakit egy mesterlövész puskával. Ami azt hiszem csodába illő teljesítmény. Szerintem ha fellapoznátok a jelenések könyvét, megtalálnátok benne ezt a váratlan fordulatot. Én ezt ledobom. Ki dobott füstgránátot pont a pofámra? És milyen alapon? Hát ez elég szarú. Úristen, valaki jön balra. Nem merek elmozdulni. Ez egy góbi, most lőttek pofán balról. Úristen, mert guggolva jött! Ó. Oh. Hát ennyit a távcsöves kalandomról. Na most már tudjuk, hol van.
hogy tudják, hogy azt a fejlövést, úristen, úristen, azt a tankönyvibe illő bénaságot, amit itt mind a ketten bemutattak. Nézegesd, bazd meg, nézegethetted, ettől még tény, hogy kifogyott a lőszered, majdnem megkéseltek, majd több egyére találtad csak el. Na jó. Szerintem én ezt folytatom, mert senki más nem teszi, és senki másban nem bízom meg annyira, hogy ezt meg tudja valósítani, és ami még rosszabb, elvesztettünk ugye egy játékost. A Miért nem használok Sniper című műsor. Állj el előlem, bot! Mi van veled? Még a csapattársaimra bízom, hogy a jobbamat fedezzék. Megpróbálom azt megakadályozni B-ről, meg lepjék őket, hogyha megvetjenek minket. Ez úgy látom nem alakul eddig túl jó. Ó, de jó. Nem szeretnék elpazarolni $5000. Elég valószínű, hogy így fognak keresni, de talán itt a sarokban nem fognak egyből. 4-1 ellen, hogy nyilván be fognak próbálkozni. Ki akar? Úristen. Ember, aki spórolni akar $5000, és azért utálják. Ez de hülye volt, ez nem tudta, hogy itt vagyok? Wow, zseni. Ide mertek-e jönni, baza? Most már tudjátok, hol vagyok. Hát három emberük öngyilkos lett, szerintem ez egy tök jó gondolat volt. És megőriztem a fegyveremet, ne feledjük. Ugye, és bocsánat, második vagyok. Elnézéseteket kérem, hogy nem akartam öngyilkos lenni 4-1 ellen. És inkább rávettem őket kvázi, hogy elpazaroljanak egy halom fegyvert. Bocs, én vagyok a szemétláda, tényleg. B. A fejed B. A bot velem van, nagyszerű érzés. Hiszem, hogy engem meg akarnak kerülni. Meglátjuk ezzel a helyezkedés itt mit ér. Hát tippel nem kéne nem sokat. Izgalmas. Sok lövést hallok, az biztos. Áh! 58. Nagyszerű, nem tudom miért fordult el az illető. Az az utolsó emberük. Nem, kettő van még. Szerintem ha átmennének ára jobban járna mindenki. De nem. Oh, ügyes. De az ember hogy került oda? Ezen kaptam egy asszisztot. Ja, ez áron megy vissza. Oké. Okay. Uff. És elvesztettük domot, hát ez van. Távozása óta, mint egy kicsit jobban is lenne nekünk a játék, egyébként jegyzem meg. Ez a bomba nekem nem kell, hanem ismételten beállok a mesterlövészezők nem túl elit klubjába. Azért nem túl elit klub, mert én benne vagyok, és ennél fogva nem lehet túl elit. De az képest, hogy 7-1 volt, most már 9-5, és szerintem, ha azt mondom, hogy ez nekem volt valami közöm, akkor nem állítok túl merészet.
szereti engem, és nagyon szerettek, azt látom. Úristen, a bomba a bottal megy B-re a rohadt életbe. Azt az embert meg kellett volna menteni. Továbbra is várom a meglepetés vendégeket. De jó lenne ezt a kört is megnyerni, nem igaz? Meglepetés vendég, meg vagyok lepve, meg vagyok halva, mi? Aha. Úristen, pont kinyírtam, miután megaltam. Oh. 3-2 ellen. Átdobtál ki a bombát. De a fücskának egy egész jó ötlet, csak korábban kellett volna. Úristen, azt a mázlit! Az egy nagyon komoly, már ott jön! Lőj! Az egy érdekes megoldás volt. 9-6, sokkal jobb helyzet, mint amiben gondoltam, hogy leszünk, amikor 7-1-re álltunk. Úgyhogy még akár reményünk is van a győzelemre, a tényleg, hogy 4-en vagyunk 5 ellen, az persze soha nem segít. Viszont, hát ha ezek olyan emberek, akik ellen én tudok mesterlövész puskával killeket szerezni, akkor annyira nem lehetnek jók. És ha kicsit összeszedem magam, talán valami csodát tudok tenni. Nyilván ebben elég sok a feltételes mód. Elég erős a feltételes mód jelenléte. Ez egy tök feleslegesen eldobott gránát volt. Nem volt a felesleges, csak túl korán dobtam. All B, én ezt erősen kétlem, de megnézzük. És lehet, hogy igaza is van. Ó, Pluto drága. Ügyes. Bár már elvesztettük. Pedig tudtam, hogy itt van, miért nem hal meg? De meghal. Ó, oh, de jó. Na de jó. Hú. Alakulhatott volna rosszabbul is, ért meghalhattam volna. Éljen a 5-7, aminek van 20 lövedéke. Egyébként elég nagy szarban lett volna szerintem. Hú. És ezzel meg ezzel megosztott első vagyok. Csak úgy mondom. Ha valaki szeret, írt volna egy-két fikázó kommentet, miután 0-4-en álltam, hogy ó, de szar vagy Yellow Rambo, uninstall Counter-Strike, csinálnál inkább több Európa Universalis, csinálnál inkább több Isaac-et, hagynád abba a videókészítést, akkor most lehet pofázni. Meg egyébként tényleg próbáljátok ki valamikor, hogy beszéltek játék közben megállásnak, és rá fogtok jönni, hogy nem olyan egyszerű. Aztán ezek megint B-hez tartanak. De eléggé biztos vagyok. Leállt a játék. Ups, ezt csürkősen orvosolnom kell. Üdv mindenkinek, az a kellemetlen meglepetésem van nektek, hogy újraindítottam a játékot, és nincs itt a szerver, megszűnt létezni, úgyhogy félúton a nagy visszakapaszkodás közepén ez itt akkor most sajnos véget is ér, rendkívül sajnálatos, és nem értem, mi történt ilyen, mert nem találkoztam a játék. Hopp, kikapcsol, és amikor visszakapcsolom, hopp, ez itt a szerver, különös, rendkívül különös esetre, akkor ez volt az egy személyes szupercsapat, remélem következő hétre már egy több személyes szupercsapat vagy zombivadász akciót tudok nektek prezentálni, higgyétek el, minden megteszek ez ügyben, és innen folytatjuk legközelebb.